Pénzszállt a pénzszálltok! Ez is pénzérmény, gyertek! Gyors kölcsönkészvényben, gyertek! Az imádságháza! Atyám háza! Az imádságháza! Atyám háza! Az imádságháza! Atyám háza! Az imádságháza! Ti pedig lakrok magadjává tettétek! Tisztelet reméltó papi fejedelmek, bölcsakája városnak. Láttátok ma ezt az eszeveszett üdvözlést, amivel a názáreti Jézust a nép nagy sokasága fogadta. Hallottátok? Hogy Dávid fiának, messiásnak kiáltották. Látjátok, hogy ez az ember, aki már több ízben támadta meg hitünket, nyilvánosan szegte meg Mózes törvényeit. Most már a templomban is meggyalázta papi tekintélyünket. Hát tűrhetjük ezt tovább? Nem tűrhetjük tovább! Veszel a lázadó! Tisztelt reméltó kajafás! Tisztelt paptársaim! Nem azért haragusztok-e, mert a názáreti jobban magyarázza a szentírásokat, mint ti magatok? Az írás szavait. Csak mi magyarázzuk egyedül helyesen! A názáreti nem győzhet le minket! Ha meg úgy van, főpap, miért üldözik ő tanításai miatt? Mert tévútra vezeti a népet! Érted, hogy a nép hisz annak, aki a halottakat is képes feltámasztani, mint Lázárt! Vissza kellene küldeni Lázárt a sírba, és vége lenne a mesének! Te ezt tennéd az én kicsányommal is! Mi lesz velünk? Papi fejedelmek! Ha már ti is a lázító pártját fogjátok, ha ez így megy tovább. A római hadsereg elfoglalja egész Jeruzsálemet. Lerombolják templomainkat, hogy a helyükön pogány isteneknek emeljenek áldozati oltárt. Hát ezt akarjátok? Nem akarjuk ezt! Veszel a